Jó reggelt kívánunk! Köszöntjük a Pax Vízió nézőit! Ezen a héten minden egyes nap Isten egy ígéretét néztük meg. Mindig egy bizonyos témáról megnéztük, hogy mit ígér, mert mindig mond valamit, és ő mindig betartja az ő ígéreteit. És itt a hét végén szeretnénk újra egy nagyon fontos témával foglalkozni, és megnézni, hogy Isten mit mond erről. Ma Isten bölcsessége lesz a témánk, és ezzel kapcsolatban Jakab leveléből hoztam az első ígéverset. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Annyira egyszerű Jakab levele. Azt mondja, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, kérjen az Istentől, és Isten meg, meg is fogja adni. Azt azért hozzáteszi, hogy de hittel kérje, ne kételkedve, mint a tenger hullám, amit a szél sodor, meg ide-oda hajt. Tehát azt mondja, hogy hittel kérjen az Istentől, és Isten fog adni. Mert egy olyan Isten, aki, aki nem azt akarja, hogy az életünket csak végig szenvedjük, és sose tudjuk, hogy mit kell tenni, merre kell menni. Sőt, van egy nagyon konkrét ígérete a Zsoltárok könyvéből ezzel kapcsolatban. Bölcsét esztlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Zsoltárok 32. fejezet 8. verse. Ez Istennek a célja és a terve az életünkkel. Ő akar vezetni, és nagyon-nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mit kell tenni. Úgy vagyunk, mint az a király Jósáfát, aki mikor lát az ellenséget, azt mondta a népnek, hogy nem tudjuk, mit tegyünk, csak az Úrra nézünk. De azt mondja az Isten, hogy én tanácsot adok neked, vezetni foglak téged, bölcsét eszlek. és erre szeretném a bátorítani, hogy kérdezz a bölcsességet az Istentől. Hogyha ezt nem kérjük, akkor elkezdünk másra támaszkodni, megnézzünk erről is egy igeverset, hogy mire ne támaszkodjunk. Bíz el az urban, teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Példabeszédek, harmadik fejezet, ötödik vers. Az életnek a része, hogy amikor elkezdünk felnőni, és még kis baba korból elkezdünk felfelé haladni, kezdünk egyre önállóbbak lenni, és, és kezdjük a dolgokat már egyedül csinálni. A szülőknek ez a világ legnagyobb élménye, amikor én is azt látom, hogy a gyerek már egyedül felveszi a cipőt, egyedül leveszi a kabátot, egyedül nem tudom, elkezd dolgokat csinálni, és már egyedül leszik végre, akkor mindig hálát adok az Istennek. De azt mondja a Biblia, hogy nem mindig jó az, hogyha magunkra támaszkodunk, a saját magunk dolgára. Sőt, azt mondja, hogy az Úrban bízzál viszont teljes szívedből, és nem a magad eszére támaszkodj. Tehát mi megtanulunk önállósodni, hogy egyedül eszünk, meg fogatmosunk, addig azt mondja a Biblia, hogy a bizalmunkat viszont nem magunkba vessük, hanem az élő Istenbe. Aki azt mondja, hogy bölcsét eszlek, Tanácsot adok, rajta tartom a szememet, bízzál bennem, és én, én megadom neked. És ezt mondja Jakab, ha nincs bölcsességünk egy adott helyzetben, kérjünk az Istentől, és ő meg is adja. És lehet, hogy most nagyon hasonló helyzetekben vagy, nem tudod, hogy hogyan kezeld a lázadó tini gyermekedet, vagy nem tudod, mi lenne egy bölcs lépés a munkahelyedben, vagy a vállalatnál, vagy nem tudod, hogy hogyan kellene egy nagyon nehéz kapcsolatot helyrehozni vagy hogyan talált meg azt, akivel majd összekötöd az életedet. Néha nagyon nehéz helyzetek ezek. De Isten nem hagy ezekben magadra téged, hanem azt mondja, hogy én bölcsét eszlek. Én tanácsot adok, rajtot tartom a szememet. És ugye nincs bölcsességed? Kérje tőlem, mondja az Isten, és én fogok neked adni. Úgyhogy ezzel az ígérettel zárjuk most ezt a hetet, és arra bátorítlak teljes szívemből, hogy az életed minden területén kezdj el az Istenre hagyatkozni és bíz benne, nem magadban, mert ahogy telnek az évek, azt gondoljuk, hogy milyen tapasztalt emberek vagyunk már, de az életünk végén rájövünk, hogy nagyon keveset tudunk mi az életről. Engedd oda az irányítást az Isten kezébe, és engedd azt, hogy ő vezessen téged, mert ő akar vezetni téged. Szeretnék most így imádkozni ezek alapján. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te egy minden tudó Isten vagy, és te látod a mi életünknek a teljes képét, Úr Jézus, te látod azt is, hogy a nézők Uram, milyen helyzetben vannak, kinek mihez van szüksége éppen a te bölcsességedre. Add meg nekik, Uram, ezt a bölcsességet, hogy tudják azt, hogy mi a következő lépés. Így kérlek téged arra, hogy te el az ő szívüket, Uram, a te szereteteddel, az utánad való vágyjal, hogy egyre jobban megismerjenek téged, és egyre jobban vágyjanak arra, hogy úgy cselekedjenek, Uram, ahogyan az neked kedves. Jézus nevében. Amen. Amen. Áldott vasárnapot kívánunk!